Volt idő, amikor a videójátékok szerelmesei csak a játéktermekben juthattak az úgynevezett minőségi szórakozáshoz. A 90-es évek elején a 16 bites otthoni konzolok terén a Super Nintendo, a Sega Mega Drive vagy szerencsésebbeknek a PC Engine igazi erőműnek számítottak, ám minőségileg még mindig fényévekre voltak az érmével működő játéktermi óriások hardveréhez képest. Ezek a sokszor cinikusok által pénznyelő szörnyeknek titulált gépek gyönyörű színekkel, digitalizált hangokkal és magával ragadó minőségi háttérzenék kíséretében képes voltak hatalmas, kézzel rajzolt sprite-okat mozgatni, meg sokszor az egész képernyőt lefették, egy jóval magasabb színvonalat képviselve. Gyermekfejjel az első számú kaland még mielőtt a húsvéti locsoló, avagy szülinapi pénzt belehányhattuk volna valamelyikükbe, a játéktermekbe való eljutás volt. Szülőket megkérni, haverokat toborozni, átszállókat tanulmányozni, ugyanis volt, akit vittek, és volt, aki bringán vagy tömegközlekedéssel érkezett. A szerencséseknek megadattak a szülővároson belüli szentélyek, míg mások egy koszos kocsmában találták magukat, olyan felnőtt körülvéve, akikről ordított, hogy semmi varázslatos nem történik az életükben. Egy kívülálló számára az is örök rejtély maradt, hogy a játékidő mennyisége valójában összefüggött a játékos ügyességével, ugyanis az érmék száma középosztálybeli melós gyerekként erősen limitált volt, így a szentélyekben eltöltött idő nagy része a többi játékos technikáinak tanulmányozásával telt, egy viszont biztos volt. A nap végén minden expedíciónk üres zsebekkel végződött. Mi, akiket elkapott a gépszi mindezen viszontagságok ellenére az ellenállhatatlan jelzőt fogjuk használni életünk végéig minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül a játéktermekből sugárzó vonzerő. Bennük, amennyiben az ember a játékok szeretetéért látogatta ezen barlangokat, megszűntek a kor, a vallási és etnikai különbségek, mert hát pusztán szenvedélyünknek történő hódolásunk céljából tértünk be, és a gépek hosszú sorai, mint a játékosok, úgy maguk a játékok közt is versenyképes környezetet teremtettek, hiszen csak néhány másodpercük volt figyelmünk felkeltésére, de még inkább érmény elnyelésére. A 80-as évek végén, illetve a 90-es évek elején a Capcomnak, egy akkor még viszonylag fiatal japán cégnek sikerült felülkerekednie vetélytársain, és látszólag egyik remek művet készítette a másik után, aminek köszönhetően az aranybetűs logó a kék szélekkel fogalommá vált játéktermi berkekben. Ahogy azt már pár korábbi videómban is említettem, a kiadók közti heves rivalizálás rendkívüli titoktartást követelt. A grafikusok, zenészek, programozók és tervezők csak a beceneveiket használhatták, így az őket foglalkoztató cégek vezetőinek nem kellett aggódniuk, hogy a konkurencia orvul levadászta a legjobbakat. Ami a Capcom játéktermi játékait futtató hardware-t illeti, magán a néven Capcom Play System, avagy CPS, soha semmi nemű információ nem látott hivatalosan napvilágot. Természetesen volt élet a cég megélhetését 11 éven át bebiztosító, műfaj meghatározó és minden lecet magasra helyező játéktermi hardware előtt és után is, de tagadhatatlanul a CPS 1, 2 és 3 tette azzá a Capcomot, ami. Nem csak magának a cégnek, de az olyan játékoknak is, mint a Street Fighter 2, a Ghosts and Ghosts, vagy a Final Fight, ott a helye a történelemkönyvekben, úgyhogy eljött az ideje, hogy visszatekintsünk azon őségi játéktermi élményekre, meg a legnagyobbak közé emelték őt, illetve őket. A Capcom születése Kenzo Tsujimoto IRM Corporation 1979-ben és annak leányvállalata a Capsule Computers 1981-ben történő alapításáig vezethető vissza, melyek oszakai székhelyel elektromos játékok gyártására, illetve azok forgalmazására szakosodtak. Az első érmére működő gép Capcom cégére alatt Little League néven került forgalomba és egy ügyességi baseball játékot rejtett magában. Termékeik beceneve a Capsule Computerek hűen tükrözték mint játékaik, úgy magának a cégnek az értékeit is, mert hát gépeik játékélménnyel csordultig töltött kapszulák néven hirdették, ahol a vaskos külső burkolat volt hivatott megvédeni szellemi tulajdonukat az illegális és főleg silány utánzatok készítőitől. Orwell közismert regényének címében szereplő évszám hozta számukra a belépőt a videójáték piacra a Volgusszal, ám a játéktermek világa mindig is a versengésről szólt, és egy ilyen környezetben egy olyan cégnek, aki abban az időben nem éppen a legjobb technológiával volt felvértezve, igencsak nehéz volt az indulás. Mindig is úgy tekintettem a Capcomra, mint egy olyan harcosra, aki egy bambuszból készült bottal hadonászik. Megfelelő erőforrások hiányában esélyünk sem volt az olyan óriásokkal szemben, mint a Sega vagy a Namco, hisz amíg ők Forma 1-es autókban ültek, nekünk csak Hondára tellett.
Ez a hasonlat akkor nyer igazán értelmet, ha egymással szembeállítunk két 1987-ben megjelent játékot, a Capcom 1943-ját és a Sega Afterburner-ét. Ez utóbbi a Sega X-boardján fut, ami akkoriban egy külön ligának számított a két Motorola 68000-esével, meg mindegyiket 12,5 MHz-en ketyeget, a grafikus processzor pedig a szintén bivajerős Sega Superscaler 50 MHz-re belőve, így ez a hardware képes volt akár 256 sprite egyidejűleg történő skálázására és mozgatására, kettő darab háttér és egy előtér, vagy főréteg felett. Hangrendszerének alapja egy 4 MHz-es Z80-as, melyhez egy 16 csatornás Sega PCM Stereo chip társul, és ezen duó képes volt az olyan digitalizált hangeffektusok renderelésére, amelyek akkoriban messze felülmúlták a jóval olcsóbb, és ebből kifőleg népszerűbb FM szintből kinyerhető megoldásokat. A szorító ellentétes sarkában pedig itt van a Capcom bájos kis táblája, ahol a grafikus rendszer gerince egy 6 MHz-re tekert Z80-as, amely 32 sprite animációjára képes kettő darab háttér és egy szövegréteg felett. A hangrendszer egy második, 3 MHz-en futó Z80-assal gurít, és mind a zenét úgy a hangeffekteket is a Yamaha FM szintjének segítségével generálja viszont. Egyszerű grafikájának ellenére, amit a lebilincselő játékmenettel kompenzált, az 1943 decen számokat generált, egész pontosan ő lett 1987 második legtöbbet eladott játéktermigébe. Ugorjunk egy kicsit vissza 1985-be, ugyanis a limitált technológiájának ellenére a Capcom már a kezdetekkor is előrukkolt pár legendás címmel, melyek közül az egyik legismertebb a Wolf of the Battlefield, avagy Commando, amiből Angliában a tesztkörök után kereken 1000 darabot rendeltek az üzemeltetők, ám szinte biztos vagyok benne, hogy a szintúgy 1985-ös Ghosts 'n Goblins mindenki ismeri. Ez a játék hűen tükrözi a Capcom kevésből sokat árszpoetikáját, a Commandóban látható bambuszbot technológiával karöltve, ami Tokuro Fujiwara vezetésével Toshio Arima programozó, Masayoshi Kurokawa grafikus és Ayako Mori zeneszerző érdeme. Ebben a középkori környezetbe helyezett akció per fantasy játékban a hősnek szerelmét kell megmentenie, miközben zombik, mágusok, csontvázak, démonok és repülő lovagok támadnak rá, nekünk játékosoknak pedig az emberiség által eddig ismert, legkönyörtelebb irányítással kell szembenéznünk. Rémálmokat kiváltó nehézségenek ellenére a teremlátogatók imádták, aminek köszönhetően annó Japánban a 10., az USA-ban pedig a 9. legtöbb bevételt generált gépként tartották számot. Ami a Capcomból hiányzott nyers erőterén, azt állandó jelleggel, képzelő erejükkel és félszeg kisiparos munkával igyekeztek egyensúlyozni, de ez nem mindig volt elég. 1987-ben napvilágot látott a Street Fighter első része, ami akkor innováció és kreativitás terén mindent és mindenkit a sarokba állított, ám ezzel egy időben a legnagyobb piaci bukták élvonalát is erősítette. Az első kiadásban a joystickek mellett kettő darab pneumatikus nyomógomb volt a panelen, egyik az ütés, a másik a rúgás, és ezen gombokra mért csapás határozta meg karakterünk támadásainak erősségét is. Ez úgy működik, hogy a gombok alatti csöveken levegő áramlott egy nyomásmérőbe, ami tolmácsolta a lapnak, hogy mit és milyen erősen is szeretnék. Bárminemű visszajelzés hiányában a játékosok hajlamosak voltak tiszterőből kalapálni a gombokat, ami pár kör után kimerültséghez, fájdalomhoz és sokszor sérülésekhez vagy izomgyulladásokhoz vezetett. A sárgakékek igyekeztek orvosolni a problémát, mégpedig úgy, hogy az újabb revíziókat már egy szabványosabb vezérléssel szerelték fel, innen ered a sorozat három különböző erősségű rúgása és ütése, de annak ellenére, hogy a játék immáron játszhatóbbá vált, a középszerű grafika és a darabos irányítás per sebességnek köszönhetően továbbra is halálra volt ítélve. A teremlátogatók szemrebbenés nélkül elsétáltak mellette, az üzemeltetők pedig az állandó leárazások és a kedvezmények ellenére sem szerették volna, hogy naphosszat fogyassza a drága áramot valamelyik félreeső sarokban demozgatva, így lassan, de biztosan a feledés homályába merült ez a valaha létezett legkreatívabb játéktermi hardware. Azon túl, hogy technológiailag jóval fejlettebb versenytársakkal kellett szembenéznie, a Capcomnak az állandó jelleggel újra gondolt és rohamosan fejlődő gyártási folyamattal is akadtak problémái. Ebben a táblázatban nyomon követhető az 1984 és 1988 között a játéktermi hardvereikben használt alkatrészek listája, és ha összegezzük ezek előfordulási gyakoriságát, tisztán láthatjuk, hogy még az ugyanabban az évben gyártott játékok sem feltétlenül használják egyazon lapkákat. Ennek köszönhetően a fejlesztési folyamat is lassította a gyártást, mivel a programozási ütemtervet hardware hibák húzták keresztül, és így csutka gázon csak a fejlesztés későbbi szakaszában folyhatott a termelés, ami mondanom sem kell, további hátrányt jelentett a cég számára vetétársaival szembe. Mivel a Capcom alaplapjai bármely sarkon beszerezhető komponensekből készültek, a hamisítók játszva le tudták másolni őket, és a romok tartalmának kinyerésével, majd újraírásával már kész is volt egy bootleg lap. Ezek a példányok a fekete piacon jóval olcsóbban kerültek értékesítésre, így megvétózva a Capcom pénzes erszényét.
A gyártási nehézségek, a versenytársak és a kalózoknak köszönhetően a jövő igencsak bizonytalanul festett a cég játéktermi részlege számára, ám 1988-ban egy új korszak vette kezdetét, melynek köszönhetően nem csak túlélni voltak képesek, de megújulni is. A Forgotten Words és a Strider megjelenésével a teremlátogatók elsőként szembesülhettek azzal, hogy ez az oszakai óriás mire is képes valójában. Mindkét játék egy titokzatos új hardveren futott, mert később CP System, avagy CPS One néven emlegettek, aminek köszönhetően a gyártás sebessége és egyben minősége is javuló tendenciát mutatott. Ez az új technológia magasabb színpalettával gurító, komplex parallax hátterek előtt mozgatott óriási kézzel rajzolt sprite-okat, a hangfalakból pedig csak úgy zúdultak ránk a digitalizált hang és zenebinták. Az első CPS játék viszont, amivel a sárga-kékek hatalmasat taroltak, az az 1989-es Final Fight volt. Addig a pontig a beat'em up műfaj trónját a Technos Renegade-je, illetve Double Dragon sorozatja uralta, ám Cody, Guy és Hagar semmi perc alatt kicsipkészte a valgukat. A csekély mindössze 2 megabájtnyi grafikára fordított tárhely ellenére a művészeti csoport Akira Yasuda, a.k.a. Akiman vezetésével emberesen meghajtotta a hardvert a szemedgyönyörködtető látvány és magával ragadó zenei aláfestés, illetve hangefektek felvonultatásának érdekében. Ehhez párosult még a lebilincselő játékmenet, változatos ellenfelek, főellenségek és karakterink speciális mozdulatai, nem utolsó sorban pedig a megfelelő időzítés, ugyanis ez időtájt az amerikai piacon bármit el lehetett adni Beat'em Up címszó alatt. Így vált a Final Fight a Capcom abban az időben legtöbbet eladott játékává, aminek köszönhetően a céget kvázi a semmiből emelte a játéktermi óriások közé, de ezt a konkurencia csak sokkal később merte bevallani. A Capcom emberei hatalmas eret vágtak a Technoson a Final Fight-tal, ami minden szempontból felülmúlta a Double Dragon 3-at. Nem csak a csodálatos tervezői munka, de a CPS hardware, amivel ezek az emberek dolgozhattak, ráébresztettek bennünket arra, hogy képtelenek vagyunk olyan ütemben fejlődni és fejleszteni, mint ők. Új technológiájának köszönhetően a Capcom több mint 30 játéktermi címet jelentetett meg 1988 és 1995 között CPS 1-re, meg közül a legismertebb a Street Fighter 2. A CPS hardverének és a fejlesztőcsapat szükségből elsajátított a kevesebb, néha több képességének keresztmetszetéből született verekedős játék egy új mérföldkövet hozott létre a videójátékok világában. 8 karaktere nemben, méretben, formában és színpalettában is eltérő volt, továbbá saját speciális mozdulatokkal rendelkeztek, ezzel is tovább építve és mélyítve személyiségüket. A megragadó zenei aláfestések, valamint valósághű hangeffektusok mellett a precíz irányítás nem csak képességeik fejlesztésére késztette játékosok százezreit, de arra is, hogy újabb és újabb érmét dobjanak a gépekbe, amit minden egyes meccs keretein belül a játék lélegzetelállító parallaxszal honorált, sziklaszilárd 60 FPS-en, ezzel is tovább villogtatva a fejlesztők tehetségét. A felsoroltaknak köszönhetően nem csoda hát, hogy a játék alig egy hónap alatt kultikus státuszba lépett, és világszerte viszketőtenyerű suhancok türelmetlenül kígyózó sorai alakultak ki a játéktermekben, akik minden egyes folytatási lehetőség felugrásánál gyilkos tekintettel figyelték, hogy az adott szerencsétlen bedobja-e a következő érmét, avagy átadja a helyét. Teremüzemeltetőinknek nem volt más választása, kénytelenek voltak több példát vásárolni a konfliktusok elkerülésének érdekében, cserébe a nap végén kajánvigyorral az arcukon számolhatták a bevételt. Az 1995-ös év végére a sorozat 2,3 milliárd dollár termelt a 200 ezer eladott játéktermigéből, amiből 60 ezer a World Warrior, a maradék pedig a Champion Edition volt, de ez a szám 2017-re 10,61 milliárdra nőtt, aminek köszönhetően a Street Fighter 2 dobogós helyezést ért el minden idők harmadik legtöbb bevételét generáló játékaként. A rendszer 3 darab egymásba illesztett lapból áll, melyeket A, B és C lapra osztunk. Az A és B lap 4 darab 64 tűs, a B és C lap pedig 4 darab 40 tűs csatlakozó segítségével illeszkedik, melyek összeszerelés után egységként működnek bármi nemű mozgó alkatrészek nélkül. A CPS 1 esetében az A lap az állandó tényező, mely nem cserélődik a játékok közt, továbbá egy kivételével ő tartalmazza az összes adatfeldolgozásért felelős chipet, legyen szó programozási logikáról, audióról, vagy videóról. Nem kell szikrahuszárnak lenni ahhoz sem, hogy elsőre ne tudjuk kiszúrni az alkalmazás specifikus IC-t, vagy ASIC chipet a hozzávezető sűrű sínrendszerre. Ez az úgynevezett CPS A jelzésű custom chip, mely a grafikus rendszer 50%-áért és a 16 MHz-es oszcillátor működésért felelős, felette pedig 384 kB-nyi VRAM található egy speciális frame buffer tárolására. Közvetlenül a CPS A alatt helyezkedik el a videórendszer és a hozzátartozó 8 kB-nyi SRAM a paletták tárolására, a jobb felső szekcióban pedig a vezérlőrendszer parkol egy Motorola M68K,
egy 10 MHz-es oszcillátor, 64 kB-nyi SRAM és 192 kB-nyi GFX XRAM csoportjaként. Középen az audio szekció látható, ami egy Zilog Z80-ból, egy 3,58 MHz-en ketyegő oszcillátorból és 2 kB-nyi SRAM-ból épül fel, továbbá ugyanide suvasztották a zenék és hanghatások megszólaltatásáért felelős csipeket is. Végül az alsó szekcióban a Jamma csatlakozó be- és kimeneteiről gondoskodó komponensek kaptak helyet. Található még három úgynevezett Deep Switch, meg segítségével a játéktermek üzemeltetői beállíthatják többek között az adott játék nehézségi szintjét, illetve a bedobandó érmék mennyiségét is. Ez a rendszer szemmel láthatólag egy elég sűrű IC halmaz, de hiba volna olyan következtetéseket levonni, miszerint két rakat proci orvérzésig történő kombinálása elegendő a páratlan teljesítményhez. A B-lap az a territórium, ahol a játékok futtatásához szükséges eszközöket és utasításokat tartalmazó romokat találhatjuk, melyek nincsenek beforrasztva a DIP ajzatokba, így könnyen eltávolíthatóak, illetve cserélhetőek. Ezek a romok aszerint vannak csoportosítva, hogy melyik rendszerhez tartoznak, továbbá minden csoport saját adatvonallal rendelkezik, ami egy adott processzorhoz vezető sínhez csatlakozik. A jelenlévő 38 slotból 24 darab GFX romként funkcionál, melyeket a grafika tárolására használ a rendszer az 1-től 8-ig, 10-től 17-ig és 20-től 27-ig terjedő ajzatokban, összesen 12 MB-nyi kapacitással. A romok korabeli magas ára miatt a játékok tervezésénél nagy figyelmet szenteltek annak, hogy soha ne érjék el a felső határt, így a legtöbb játék 2 és 4 MB között mozog, a 3 Street Fighter 2-es játék kapott 6-ot és a Dynasty Wars 8-at. A 9-es számú ajzatban található az úgynevezett Z80 rom 64 kB-nyi kapacitással. Ő felsége a Z80-as parancsainak kezelésén túl a Yamaha FM szinteszközöket is koordinálja, továbbá a 18-as és 19-es dipek a maguk 256 kB-nyi terjedelmével ADPCM minták raktározására ítéltettek, közvetlen csatlakozással az Oki chiphez, ahova az audio mintákat továbbítják. Maradt nekünk 8 darab 1 MB-os M68 K-rom, mely kizárásos alapon a fentmaradó Motorola 68000-ünket utasítgatják fel s alá. A legfelső C-lap tartalmazza a CPS-B jelzésű ASIC chipet, melynek feladata a fentmaradó grafikai folyamatok 50%-ának, vagyis a VRAM és a GFX romok adatainak összesített továbbítása a pixel generátor felé, illetve a másolásvédelemmel kapcsolatos kódok is ezen mutatványon belül úszkálnak, aminek eredményeként a Capcom ezt a lapot jóval többször tervezte újra, mint az A és B lapokat együttese. Ezzel a B jelzésű custom chippel minden egyes új játék személyre szabott konfigurációt, ha úgy tetszik, kulcsot kapott, ami meggátolta az üzemeltetőket abban, hogy szimplán csak átdobálják a romokat a B lapon és konverziókat készítsenek. A Three Wonders megjelenésével 1991-ben érkezett az utolsó hivatalos újragondolás a B21-es proci személyében, ahol a lapra szerelt CR2032-es elem tartotta életben a chip belső memóriáját. Ez az egyedi komponens tette lehetővé a Capcom számára azt a dinamikus belső konfigurációt, melynek segítségével elkerülhető volt a B-jelzésű lapkák minden egyes játékkal történő ismételt frissítése, valamint EMA optimalizálásnak köszönhetően hosszú távon milliókat spórolhattak meg a gyártási költségeket. Mi volt ennek a lépésnek a következménye a gyakorlatban? Elveszik vagy lemerül az elem, és többé nem játszol az adott játékkal. Ez ugyan kedvét szegte a hobby hackereknek, de vajon a professzionális bootleggereknek is? Természetesen nem, ugyanis manapság, ha bárki felmászik eBay-re vagy a játéktermi fórumokra, egy csomó kalózlapot vehet az eredeti ártöredékért. Ne felejtsük el viszont megemlíteni azt, hogy ezen elemek élettartalma hihetetlenül hosszú, ugyanis a többségük az eltelt 30 plusz évben ugyanúgy teszi a dolgát, minden esetre a gyűjtők számára ez egy apró, áthidalandó probléma marad abban az esetben, ha eredeti érintetlen formában szeretnék megőrizni szettjeiket. A Capcom Play System hardvere az évek során 5 darab evolúciós fázison ment keresztül, melyek közt a különbség ránézésre is egyértelmű. Az első kiadás az 1988-as Forgotten Worlds kétlapos megoldása volt, ahol a Custom B0 egyes csipen kívül a felső lapon QFP tokozású beforrasztott romokat találhatunk. Egy évvel később a Strider már C-lappal debütált, és a beforrasztott QFP-ket felváltották a dipajzatok, mely kiosztás kisebb változtatásokkal bár, de a rendszer gyártási fázisának végéig megmaradt ebben a formában. Újabb 2,5-3 év elteltével a Street Fighter 2 Champion Editionjének alapja kapott egy 20%-os nitrót egy 12 MHz-es kristály személyében, mely az addig használt 10-est váltotta fel, továbbá a C-lapra kerültek az extra rúgásokhoz szükséges kickharness csatlakozók mindkét játékos számára. Léteznek olyan CP1-es játékok, melyek egy részleges, vékony borítással rendelkeznek, amire címke informál minket a játék kilétéről, csak úgy, mint a képen látható Capcom World 2 esetében, de ezt leszámítva minden más maradt a AAA réteggel együtt.
1992 végén a kék-sárgák piacra dobták a CPS System Dash-t, avagy közismertebb nevén a CPS 1.5-öt, amit egy szürke dobozba zárva tálaltak immáron négylapos architektúrával, ahol az extra lap tartalmazott egy Q-Sound chipet a pozicionális 3D-s hang lejátszásához, és így az olyan játékok, mint a Punisher, vagy a Cadillacs and Dinosaurs azt a hatást keltették, mintha a gyilok közvetlen közelünkben játszódna le. További figyelemre méltó technikai aspektusa a továbbfejlesztett másolás védelme, aminek következtében az audio parancsok titkosítottak, és egy speciális proci a Kabuki Z80 segítségével fejti őket vissza a rendszer menet közben. Maga a séma egy szimmetrikus mutatvány, ami egy kulcsot használ a ROM titkosításához, amivel ugyanúgy vissza is fejti azt. Ez a kulcs nem lett beírva az Z80-asba, hanem a C-lap B21-es konfigurációjához hasonlóan belső memóriában tárolják, és így a 28-as ajzat egy kisebb átképzésen esett át. Annak érdekében, hogy életben tartsa a kulcsot, a DRAM frissítés funkciója helyett rábízták az áramellátást. Csak úgy, mint a C-lap B21-esének, a Z80-asnak is állandó áramellátásra van szüksége, ami azt jelenti, hogy ez esetben egy helyett immáron két öngyilkos elem mellett ellátva a hardware. A CPS egy 512x262-es overscan felbontást használ, ami azt jelenti, hogy felnagyítja a képet, majd levágja a széleit, a 8 MHz-es pontfrekvencia értéket pedig a custom chipek órajelének felezésével éri el. Ez a felbontás a maga korában elég magasnak számított, viszont ebből az értékből nem használható minden sor, illetve soron belüli képpont, így megoldásként az úgynevezett horizontális és vertikális blankingre hagyatkoztak. A blanking az a folyamat, amikor a képernyőnk tartalmának frissítésekor a CRT monitor elektronál újra pozícionálja az általa kibocsátandó elektronnyalábot, aminek következtében egy időablak jön létre, amiben a videórendszer inaktív. Ezt kihasználva a Capcom szakijai a 262 sorból feláldoztak 38-at a vertikális, a soronkénti 512 képpontból pedig 128-at a horizontális blank oltárán, aminek eredményeként a játékfejlesztők egy végleges 384x224-es felbontással dolgozhattak. Egy katócsöves TV pásztázási vonalainak, vagy ha úgy tetszik scanlányainak magassága adott, ám a pontok szélessége a hozzájuk csatlakoztatott berendezéstől függően változik. Ezen pontok szélességi per magassági arányát pixel aránynak nevezzük, és egy ideális rendszer négyzet alakú pontokat generál egy az egyhez arányban. Miért is fontos ez? A fix vonalmagassággal minden CRT-n garantált a négyzet alakú pixel, amennyiben az ahhoz csatlakoztatott berendezés pontfrekvenciája 6,1 MHz. Amennyiben ez az érték magasabb, akkor keskenyebb, ha pedig alacsonyabb, akkor szélesebb képpontokat kapunk. Lássuk ezt a gyakorlatban elsőként a Neo Geo MVS-szel, melynek pixel aránya majdnem tökéletes, ugyanis a pontfrekvencia 6 MHz, amiből egy 45 a 44-hez pixel aránt kapunk. Amennyiben ezt az értéket kombináljuk a 320x240-es képpont kiterjedési arányjal, megkapjuk a megjelenítési képaránt, ami majdnem négyzet alakú pixeleket eredményez, minimális torzítással, feltéve ha ezt egy 4-3-as képarányú CRT-n sasoljuk. A grafikusok számára ez maga a mennyország, ugyanis nyugodt szívvel egy az egyben digitalizálhatják az általuk megrajzolt forrást, és az rendeltetésszerűen köszön majd vissza a képernyő. Ezzel szemben a CPS egy 384x224-es felbontása a 8 MHz-es pontfrekvenciájával 135x176-hoz pixel arányal gurít, aminek köszönhetően a képarány hozzávetőlegesen bár, de megfelel a CRT 4-3-as arányának, viszont az általa generált keskeny pixelek jelentős mértékben torzulnak, ami például a hátterek rajzolásánál már nem kis problémát jelent a grafikusok számára. Ez gyakorlatban annyit tesz, hogyha egy az egyben digitalizálnak egy adott képet, akkor ez a monitoron függőlegesen megnyújtva jelenik meg. Gondolom, senki nem örülne, hogy miután beszkenelt egy labdát a képernyőn, az egy hímes tojás formájában köszönne vissza rá. Akira Yasuda, a.k.a. Akiman azonnal észrevette ezt a problémát, amikor elkezdett az új platformmal szöszmötölni. Éppen a Forgotten Worlds-on dolgoztam, amikor észrevettem, hogy valami nem ül a képarányjal, és azonnal rohantam a főnökömhöz. Nem négyzet alakúak a pixelek, főnök szám! Az lehetetlen. Megmondtam nekik, hogy négyzeteket akarunk. Majd rögtön feltárcsázta a hardware részleget. Miután letette a telefont, annyit mondott. A pixelek négyzet alakúak. Később még párszor tiltakoztam ezen állítás ellen, amire azt a választ kaptam, hogy ez egyszerű kalkulációs hiba. Benézhettek valamit? Vagy talán tényleg kalkulációs hiba történt? Nagy valószínűséggel a hardware tervezők egy magas vízszintes felbontást szerettek volna adni a CPS-ednek annak érdekében, hogy versenyképes maradhasson a piacon, még akkor is, ha ezzel megkeserítették a grafikusok életét, amit ők úgy hidaltak át, hogy a forrásképeket alapból megnyújtva rajzolták. A Displaced Gamers dokumentációjának segítségével könnyen megérthetjük, hogy miként működött ez a gyakorlatban, és miért volt fontos az otthoni portok szempontjából a jövőre nézve. Az alany nem más, mint a Street Fighter 2, mert hát ezt a játékot mindenki ismeri, és az évek során
számos otthoni konzolra, illetve asztali számítógépre is portolták. A CPS1 vízszintes 384 pixelje 20%-kal meghaladja a 4:3-as képarányú CRT 320 pixeljét, így lehetővé téve egy részletgazdagabb képet, ami a hátterek számára a legelőnyösebb, miközben balra-jobbra gördülnek. Ami a képaránt illeti, a legszembetűnőbb különbség egy 4:3-as kép és egy négyzetes pixelket felvonultató mutatvány között a karakterek proporciói. Függetlenül attól, hogy az előtérben verekedőket, vagy a háttérben szurkolókat nézzük, mindegyikük úgymond 12:7 arányban jelenik meg, aminek köszönhetően meglehetősen szélesebbnek és alacsonyabbnak tűnnek, de érvelhetünk egy jóval egyszerűbb indokkal is, amit úgy hívnak körök. Két részletet vizsgálunk meg ezzel kapcsolatban. Az első Chun-Li pályáján a háttérben bringázó Mugshow sprite-jai. 4:3-as képaránnál szabályos köröket kapunk, míg négyzetes pixelekkel már inkább főtt gombócokat. A másik a nap Honda pályájának hátterében. Újfent szabályos kör, természetesen csak is 4:3-as aránynál, és bár megle, hogy négyzetes pixelek használatakor is még körszerűnek hatnak, a karakterek arányai sokkal relevánsabbak az elemzés szempontjából. Fixáljuk a 4:3-as képaránt úgy, hogy közben horizontálisan 384 pixelt használunk. Ahhoz, hogy a Street Fighter 2 World Warrior Super Nintendo-ra, illetve a Champion Edition PC Engine-re portolni tudják, a Capcomnak a 384 pixelt 256-ra kellett csökkentenie, avagy ha drasztikusan akarok fogalmazni, a vízszintes felbontás 1/3-át levágták, és az igazi móka még csak ezután kezdődött. Csökkentették a játéktér függőleges méretét is, ami ezen a négyzet alakú pixelket felvonultató 8:7 arányú Super Nintendo mintán tökéletesen megfigyelhető. A játéktermi verzióban a Super Nintendo kompenzáció előtti képarányához képest jóval nagyobb mennyezetet kapunk, ami ugye első pillantásra egyszerű kroppolásnak tűnhet, viszont ha jobban megfigyeljük, a mennyezet és a festmény közti távolság is különbözik. Szóval nem csak ott csökkentették a függőleges méretet, de bizonyos fokú művészi finomításokat is végeztek a porton, ami magától érthetődő, ugyanis biztos vagyok benne, hogy senki nem szeretne algoritmusokra hagyatkozni, legyen az 90-es évek eleje vagy modern, ami átméretezéssel kapcsolatos számításokat végez alacsony felbontású pixel grafikákon. Természetesen mi most a vízszintes felbontásra és annak a képaránra gyakorolt hatására fókuszálunk, úgyhogy térjünk vissza a játéktermi verzióhoz egyfajta léptékezési gyakorlat keretein belül. Itt van nekünk egy négyzetes pixel felvonultató 12:7 arányú kép, amelyhez hasonlókat bárki láthatott szerte szét a neten, azt viszont kevesen tudják, hogy ezek miért szarok. Perverzek készüljenek, Chun-Li-re fogunk fókuszálni, úgyhogy nagyítsunk rá egy kicsit. A későn érkező kedvéért újfent elismétlem, hogy ő felségét jelenleg 12:7 arányban csodáljuk, négyzet alakú pixel formájában. Abban a pillanatban, hogy 4:3-ra állítjuk a képaránt, a vízszintes méret összenyomódik, így elnyerve azt az alakját, amit egy játéktermi gép katócsöves monitorán láthatunk. Következő lépésként fölé helyezzük a 8:7 arányú Super Nintendo-s négyzet alakú pixelket, majd helyreigazítjuk. Amint látható, a sprite vesztet úgy a függőleges, mint a vízszintes felbontásából a játéktermi verzióhoz képest, ráadásul esztétikai okokból átesett egy kis revízión is. Itt van továbbá az a tény, hogy a 8:7 aránynak köszönhetően Chun-Li még önmagához képest is elég karcsúnak hat, úgyhogy kicseréljük egy 4:3-as arányú Super Nintendo sprite-ra. A 4:3-as játéktermi sprite megegyezik a szintén 4:3-ra beállított Super Nintendo sprite-tal, annak ellenére, hogy a CPS egy magasabb, a Super Nintendo viszont szélesebb pixelekkel gurít. A kurva élet! Senki ne higgye, hogy ez véletlen, sokkal inkább abban rejlik a trükk, hogy a játékfejlesztők kihasználták a magasabb horizontális felbontás által nyújtott lehetőségeket, és teljes mértékben tisztában voltak azzal is, hogy az otthoni konzolok, melyek csak 256 pixelre képesek horizontálisan, nyújtott képpel fogják megjeleníteni a játékot. Az itt látható 4 darab négyzet alakú pixelket használó minta mindegyike helytelen, ám 4:3-ra állítva már tökéletesek az arányok. Szeretnétek egy bónusz példát is? A Street Fighter 2 Turbo HD Remixének sprite-ja is tökéletesen passzol. Sokan közületek valószínűleg nem tudják, hogy mely játékok futottak a CPS 1-es hardveren, de többségüket eme információ birtoklása nélkül is felismeritek az otthoni portoknak köszönhetően, melyek esetében minden egyes alkalommal kénytelen volt a Capcom ilyen vagy olyan módon a horizontális 384-es felbontásba belekotorni, mely a játéktermekben a CRT monitorokon eredetileg 4:3-as arányban volt és van jelen. Láttam nem egy, nem két vitát a témával kapcsolatban, ugyanis néhányan a 384 és a 224 hányadosát olyan közelinek tartják a 16-éhoz és a 9-éhez,
hogy előszeretettel hangoztatják, ezeket a játékokat széles vásznónak szánták. Tévedés, ugyanis a számításai kivétel nélkül modern panel értékekre vannak alapozva, aminek semmi köze a CRT korszakban készült játékokhoz, úgyhogy egyszer és mindenkorra szögezzük le, hogy nem a pixelek határozzák meg a képarányt. Utolsó utáni példa, vagy inkább érdekesség, az R-Type tervezői az IRM-nél nem voltak megelégedve a CRT-k által alapértelmezettként használt 224 darab felhasználható sorral, így az M72-es játéktermi hardvert úgy kalibrálták, hogy azok 284 sort és 512 pontot rajzoljanak 8 MHz-es pontfrekvencián. Ennek következtében 128 pont és 28 sor esett áldozatául a horizontális és vertikális blankingnek egy 384x256-os felbontást eredményezve, ami a korabeli játéktermi játékok által használtól jóval magasabb volt. Ez a kompromisszum egy 55,01 Hz-es képfrissítési rátát eredményezett, mely vizuálisan kevésbé volt kellemes, ráadásul 10%-kal a CRT monitorok által előírt biztonságos érték alatt volt. Ezt a mutatvány csak úgy, mint a Mortal Kombat 54 Hz-ét eléggé nehéz reprodukálni modern emulátorokkal, és ezeket a lapokat a modern skálázók sem szeretik, de egy 1987-es rendszerként még ma is bőven kimeríti a lenyűgöző fogalmát. A platform audio rendszere minden mástól elkülönítve működik, így saját busszal, RAM-mal, ROM-rendszerrel és saját oszcillátorokkal rendelkezik. A külvilággal való kapcsolata mindössze két tároló, melyek a vezérlőrendszer parancsait fogadják, illetve a Jamba csatlakozó két érintkezője egy 3,58 MHz-re csavart Zilog Z80-assal a fedélzete. A Z80-at a játéktermi gépeken kívül széles körben használták az olyan otthoni számítógépekben, mint a ZX Spectrum és az Amstrad, valamint ezen kívül megtalálta a helyét a hadsereg egyes berendezéseiben, hangszerekben, mint például a Roland Jupiter 8-asa és több más beágyazott rendszerben is. Annak ellenére, hogy a Z80 a 80-as évek végére erősen elavultnak számított, a hardwarefejlesztők számára a teljesítménye a CPS 1 esetében másodlagos volt, sokkal nagyobb jelentőséggel bírt az együttműködési készsége két segédjével, a szintén 8 bites FM szintet implementáló Yamaha 2151-jel és az Oki 6295-jével, amit az emberi hang imitálására használtak. Nem elhanyagolandó az sem, hogy elavult processzor révén filléres volt a beszerzése, és természetesen egyszerű volt programozni is. Az első számú segéd a zenék reprodukálására használatos Yamaha 2151-re veső választás nem véletlen. Ez a csoda 8 csatorna lejátszására képes, ahol is csatornánként 4 slot áll rendelkezésre, meg beállíthatók, ütős, vagy egyéb más hangszerek hangjainak előállítására. A slotok előnye, hogy képesek még a saját kimenetüket is modulálni, így a megfelelő beállítása gyakorlatilag bármilyen hullámforma elérhető. Az FM szint további előnye a dallam tárolásához szükséges kis adatmennyiség, mely technológia hatékonyságának legjobb példája a Street Fighter 2-ben Sagat pályájának háttérzenéje, ami kevesebb, egész pontosan 10 kilobájtot tesz ki, míg a Tiger Uppercut ADPCM hangmintája 12-t. Itt jön képbe a 4 csatornás és az imént említett ADPCM tömörítést használó Oki 6295, mely a maga csekély 1 MHz-ével egy játéktermi laptervezőnek maga a mennyország, ugyanis nincs szüksége utasításokra, funkciója előre programozott. Ennek köszönhetően válik egy teljesen zárt hangrendszerré, mely kizárólag a bemeneti vonalon keresztül kommunikál, és a működéshez csak egy mintaazonosítóra, egy csatornára és a hangerő magasságára van szüksége. Most arra pár emberben valószínűleg felmerült a kérdés, hogy szép és jó ez a három billenős kocsira való bűvészkedés számokkal, pixelekkel meg arányokkal, de mégis mi alapján határozták meg a CPS 1 specifikációit? A Super Power néven futó francia konzolúság egy 90-es évekbeli Japánban jártunk extra számának interjú részlete megerősítette a hozzáértő játéktermi guruk közt elterjedt feltételezést, miszerint a Capcom a nyugati világ számára sokáig ismeretlen asztali gépről, az X68000-ről mintázta a hardware-t, amit akkoriban a számítógépek istenének is neveztek. Ezt az ágyú, multimédiás erőművet 1987 márciusában dobta piacra a Sharp, kizárólag Japánban, és még a 6 hónappal később kiadott, egekig magasztalt, amíg a 500-as sem érhetett a nyomába. Fullos 16 bites képességekkel rendelkezik a 10 MHz-en zakatoló Motorola 68K procinak köszönhetően, gyárilag 1 MB memóriával, ami egészen 12-ig volt bővíthető, ehhez jön a magas felbontású grafika 65000 színpalettával és a minőségi audio, ami bármely korabeli játéktermi hardware kis ujjal zsebre vágott. Az X68000-essel a Sharp olyan szinten lealázta a piacot, hogy az elkövetkező
4-5 évben a konkurencia képtelen volt ütőképesebb otthoni játékplatformmal előrukkolni, sőt, a dupla tornyos kialakításával esztétikailag a mai napig verhetetlen. Mibe fájt ez a buli 87-ben? Potom 370 ezer japán jent kértek cserébe, ami akkor 2500, manapság kb. 5-6 ezer dollárnak felelne meg. Ettől függetlenül Sharpék több millió darabot adtak el belőle Japánban a rendszer 1993-as végső frissítéséig. Megerősített források alapján a Capcom az X68000-et nem csak kiindulási per inspirációs alapként használta a CPS 1 hardverének létrehozásához, de devkitként is az arra íródott játékokhoz, amivel természetesen nem voltak egyedül akkoriban, ugyanis a Toplan, az Outzone-t, vagy a Truckstunt is M erőmű segítségével készítette, nem beszélve a kimondottan erre a rendszerre írt játékaikról. A tartalom és játékgyártásban való részvételének, valamint az erős piaci részesedésének köszönhetően az X68000 rengeteg egy-az-egybeni játéktermi átirattal büszkélkedhet. Az olyan címek, mint a Final Fight, a Daimakai Mura, avagy nekünk IGN-eknek Ghosts and Ghosts megjelent erre a platformra is, és a mai napig hatalmas rájuk a keresletgyűjtői berkekben, aminek köszönhetően a Final Fight portja például 2-3-szor annyiba kerül jelenleg, mint egy eredeti patika állapotú CPS 1-es kiadás. Annak ellenére, hogy ezeket az átiratokat tökéletesnek titulálják a fanatikus rajongók, a lóláb azért eléggé kilóg egyes címeknél. Szó se róla, impresszív, hogy a Final Fight esetében Edsusra berántja az 525-ös lemezt a rendszer, és soha többé nem is kéri azt, de a képernyőn egyszerre csak 4 ellenfelet képes mozgatni, míg a játéktermi verzió 9-et. Na igen, a CPS 1 256 sprite-ja azért kicsivel több, mint a Sharp 128-a. A Capcom számára a CPS-1 egy olyan hazárdírozás volt, ami amellett, hogy százszorosan visszahozta az árát, megalapozta a helyüket a legnagyobbak között. Nekünk, játékosoknak mindez gyönyörűen kidolgozott játékok tömkelegét jelentette, melyek bal kezükkel nyújtották a feledhetetlen élményt, a jobbal pedig kimarkolták zsebünk tartalmát. Vagyunk páran, akik számára ezek az élmények olyan sokat jelentenek a mai napig, hogy képesek emulátorokat írni, avagy extrém esetekben részletekbe menő videókat készíteni annak érdekében, hogy életben tartsuk őket. A bootlegerek számára a CPS rendszerek nem kis felfájást okoztak, ugyanis a Capcom játékai mindig is nagy népszerűségnek örventek, értsd, rengeteg pénzt termeltek, ami kapcsán egyértelmű, hogy az olyan címek megjelenésével, mint a Street Fighter 2, pénzéséjükkel egyenes arányosságban nőtt elhivatottságuk is, így a Capcom mérnökeinek olyan biztonsági intézkedéseket kellett kidolgozniuk, amelyek csak az igazán elvetemülteket nem tudták lerostálni, és ahogy a Capcom, úgy ők sem voltak hajlandóak tágítani. Ahogy nőtt a srácok száma a Street Fighter 2 gépei előtt, hogy legyűrjék ellenfeleiket, úgy nőtt a hamisítók elkötelezettsége annak érdekében, hogy feltörjék a rendszer másolás védelmét. Végül sikerrel jártak. Komko márkajelzéssel piacra dobták a CPSA custom chipjének másolatát. Hogy lehetséges ez? Talán kiszivárogtatta valaki, vagy ellopta a Capcomtól ezen IC terveit? Esetleg a 90-es években volt egy űrlény köztünk, aki képes volt visszafejteni a teljes tartalmát? Ezek olyan kérdések, amire soha nem kapunk választ, de bárki is legyen a hunyó, az fix, hogy találékonysága mellett megvolt a megfelelő anyagi fedezete is a tökéletesen működő alkatrész reprodukálásához, illetve tömeggyártásához. Azok, akik hozzám hasonlóan eredeti hardveren glitchek és a harmadik pálya után kidobálva tetves emulátor viszontagságok nélkül szeretnék élvezni ezen játékokat, ám hiányzik az anyagi fedezetük, szerencséjük, kapcsolataik, extrán erre a célra bérelt raktárhelyiségük, a különálló lapok, illetve játéktermi gépek tárolására, újfent Dark Souls mester zsenéjének köszönhetően tehetik ezt meg. Elsőként fussunk át gyorsan azokon a hozzávalókon, amire szükségünk van Dark Souls CPS 1 multiának üzembe helyezéséhez. A legfontosabb egy dash jelzésű A-lap, ami méretre, valamint dip kapcsolóinak pozicionálásában különbözik a régi A-lapok revízióitól, ugyanis azok hosszabbak, valamint a dipek vertikálisan helyezkednek el rajtuk, így sajnos nem párosíthatóak a multival. Leegyszerűsítve, minden CPS 1 A-lapja megfelel, amelyben a Street Fighter 2 Champion Edition, vagy Hyper Fighting-ja futott rajta gyárilag. Nagyon fontos a donor lapnál tüzetesen átvizsgálni az audio szekciót is, mert szemfüles nyerészkedők sokszor halott CPS 1.5-ökből kinyert A-lapokat árulnak CPS 1 testlapként, meg audio szekciója házilag össze van gányolva. A CPS 1.5-nél a hangot a már korábban említett Q-Sound chippel ellátott különálló lap biztosítja, így a Capcom gyárilag nem építette be olyan
ugyanolyan szinten az audio szekciót, mint egy eredeti deslap esetében. Dark Soft a multiában a CPS 1.5B és C lapját olvasztotta egybe, ahol az RCA kimeneteken túl esetemben megtalálható a 3D hangzásért felelős Q-chip is. Felhívnám azok figyelmét, akik szeretnének vásárolni egy ilyen csodát, hogy az ő multiaik már egy FPGA-vel lesznek felszerelve, meg funkcionalitás szempontjából 100%-ra megegyeznek a Q-procival, de ezek a csipek limitált számban álltak Dark Soft rendelkezésére, így a Q-verzió már nagy valószínűséggel nem lesz elérhető a jövőben. A multiára jelenleg 650 euró előrendelős alapon, amihez a következő kvótát egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják. Ehhez jön még a 36 eurós postaköltség Olaszországból, ugyanis csak úgy, mint más Dark Soft termékeket, ezt is csak Aldótól, a Save Your Games tulajdonosától vásárolhatjuk meg Európán belül. Végül, de nem utolsó sorban szükség lesz egy kompatibilis C-lapra, melynek rendelkeznie kell a B21-es custom chippel. Ezekből csak is az elemmel ellátott, nem modifikált verzió használható. Létezik odakint rengeteg, amiben már utólag belepiszkáltak annak érdekében, hogy normál IC-ként működjenek, ráadásul újra is írták őket a konverziókban, illetve újraélesztett lapokban történő felhasználhatóság kedvéért. A multihoz okvetlenül egy nem mókolt, elemes verzió szükséges, mert a játékok töltésénél ugyanúgy beírja, majd lekéri a custom chipből a másolásvédelmi kódot, mint egy gyári CPS rendszer. Megfelelő céllapot bárki vásárolhat eBay-en a Sheep Nova fedő nevű úriembertől kb. 30 euró all-in-áron, amivel a végösszeg 800 euróra rúg. Még csak véletlenül sem apró pénz, de figyelembe véve, hogy egy eredeti Final Fight 3-400 környékén, a Punisher pedig 1200 euróért fut, a Cadillacs and Dinosaurs árát pedig ki sem merem ejteni, ez a hardware tökéletes befektetés a szó minden értelmében. A multi közepén található egy microSD foglalat, ahol az eredeti, avagy különféle hack-romokkal töltött kártyánkat pattinthatjuk. Külön extra, hogy az előbb említetteken túl bármilyen CPS 1-ROM-nak álcázott mutatvány képes futtatni, szóval vállalkozó szelleműek, hajrá! Nem maradt más, mint az LC szelektor segítségével kiválasztani az adott címet, leokézod és megvárod, míg a rendszer betölti a játékot. A csomagban található még két vezeték, melyeket a lap aljára kell forrasztani, az egyik a Q-soundért, a másik pedig az újraindító funkciót látját, valamint egy palcsip, amivel az A-lapon találhatót kell megcserélnünk, továbbá egy úgynevezett filterboard az A-lap és a multi egyesítéséhez, és egy átalakító, aminek segítségével csatlakoztathatjuk az egészet egy Superganhoz, illetve játéktermi géphez. Pro tip, mielőtt összeillesztenénk a három lapot, érdemes segítségül hívni a Google-t a futtatni kívánt játékok DIP kapcsolóinak pozícióját illetően. A használati utasításban az áll, hogy mindet kapcsoljuk off pozícióba, ami a legtöbb játék esetében okés, de az olyan címeknél, mint például a Final Fight, Nemo, vagy Carrier Air Ring, a C kapcsolótábla 7-es pozíciójának kiiktatása elveszi tőlünk a folytatási lehetőséget, és miután elfogyott az összes életünk, automatikusan bekapunk egy Game Over képernyőt. Kíméljük meg hát magunkat azon kellemetlenségektől, hogy utólag kelljen szétszedni a lapokat, esetleg fogpiszkálóval baszkurálni a filterbortól hozzáférhetetlenné vált kapcsolótáblákat. Ami még a zenét és a hangeffektusokat illeti. A multin található egy furat, amin keresztül az alul elhelyezkedő A-lapon tudjuk szabályozni a hangerőt, mivel a normál CPS 1-es játékokhoz továbbra is ő generálja az audiót, a Q-sound algoritó mutatványokhoz pedig a stereo hang az RCA kimeneteken keresztül érhető el, és a multin találjuk hozzá a hangerő szabályozót. Vigyázat, az RCA kimeneteken keresztül a CPS 1 játékok nem fognak megszólalni. Csak úgy, mint a Mortal Kombat esetében, ők a Jamma csatlakozót használják kimenetnek, és mint olyan, csak is mono jelet bocsát ki. Még egyszerűbben, Jammán keresztül a CPS 1.5 játék monóban szólalnak meg, viszont RCA-n keresztül a CPS 1-es játékok sehogy. Kivéve, ha valaki olyan stereo moddal ellátott C-Boxhoz csatlakoztatja a szettet, mint az enyém, ugyanis így Jamman keresztül minden stereóban szól majd, de ha Q-Sound által nyújtott pozicionális 3D élményt szeretném az 1.5-ös játékoknál, nekem is az RCA-kat kell használnom. Multisettünkhöz a Wolf's Dog Arcade tulajdonosának, Jeremy Wolfskinek köszönhetően vásárolhatunk egy csomó kiegészítőt, amelyből én saját részre kizárólag a CPS 2-es Kick Harness-t, illetve a harmadik, negyedik játékos csatlakoztatásához szükséges Neo Geo controller portokkal ellátott előlapot, illetve a hozzátartozó hosszabbítót szereztem be. Ezeknek köszönhetően a lap hátuljáról az elejére hozható a rúgásokhoz használt extra gombok csatlakozási felülete, továbbá a Final Fight Anniversary Edition-jében, a Cadillacs and Dinosaurs-ban, vagy akár csak a Captain Commando-ban csatlakozhat egy harmadik haver is, ám amennyiben már négyen szeretnénk játszani, egy második hosszabbító is szükséges. Az egyetlen problémám ezzel a kiegészítővel csupán annyi, hogy Jeremy barátunk valamilyen véletlen folytán fordítva kötötte be a CPS 2 ajzatot, így kénytelen leszek hozzá készíteni egy személyre szabott kick harness-t, ami egy 70 dolláros összegnél azért eléggé kellemetlen.